Szép péntek délután kívánok, október 23-a van. Az 1956-os forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából beszélgetek vendégemmel, Holmár Zoltánnal, történésszel, aki a Nagy Imre Társaság megyei elnöke. Szervusz, Zoltán! Köszöntöm a nézőket! Annyira sok mindent kérdezhetnék 56-tal kapcsolatosan. Először mégis a személyes dolgokra lennék kíváncsi, hogy te nagyon fiatal történészként hogyan látod az akkori eseményeket, ami 59 évvel ezelőtt történt országszerte és egész térségünkben? Én, mint fiatal, könnyen tudok azonosulni 56 szellemével, hiszen az 56-os forradalmárok zöme 20 éves, 30 éves fiatalok voltak, és vették a bátorságot, erőt vettek magukon, hogy egy elnyomó diktatúrával szembe fellépjenek, hangot adjanak a követeléseiknek, hangot adjanak annak, hogy elegük van abból a rendszerből, elegük van abból az elnyomó diktatúrából. Másrészt meg, megint csak úgy említve, fiatal történészként objektívabban tudom kezelni 56-ot, illetve magát az 50-es évben történt eseményeket is. Említetted, hogy a forradalom szele, a szabadságnak a vágya, az mindenkit ugye átjárt a kortájt. Hallhatjuk és tudhatjuk, hogy Szegedről indult ez az egész valahol, Budapesten kiteljesedett, de itt a keleti ország részben, vagy akár konkrétan Nyíregyházán, hogyan zajlottak októberben, novemberben az események? Ugye október 23 híre viszonylag hamar eljutott a megyébe, illetve Nyíregyházára és a megyeszékhelyre, hiszen október 25-én már az iskolákban, a Kossuth Lajos gimnáziumban, illetve a Vasvári Pál gimnáziumban is szervezték a diákok, hogy felvonulnak. A kossuthos diákok a Kossuth szoborhoz, a vasvárisok a Petőfi szoborhoz akartak egy tüntetést szervezni, ezt akkor még a helyi hatóságok ugye elvetették. Végül október 26-án másnap hatalmas tömeg gyűlt össze az irodaház előtt, tehát a nyíregyházi események október 26-án vették kezdetét. Mik történtek itt? Mennyire volt erős a megmozdulás? Nagyobb atrocitások nem történtek, tehát golyózápor, illetve vérengzés nem volt. Viszont ugye a középületekről a vörös csillagokat leverték. Ilyen volt az 1954-ben épült irodaház tetejének az esete is, amikor Tomaszowski Andrásék ugye leverték a vörös csillagot, egy nemzeti zászlót tűztek a helyére. De ami ma József András Múzeumnak otthont adó épület, az is egykor a pártbizottságnak volt akkora központja, azt viszont a helyi munkások szerelték le azt a vörös csillagot, tehát volt egy ilyen jellegű megmozdulás is. Több más esemény is történt, ugye a Pácai Pál féle Kozák lovasszobrot, a Malinovszky féle lovasszobrot ledöntötték a talapzatáról, ott is egy zászlót tűztek a helyére, 3-4 ezer fős tömeg gyűlt össze a Kossuth téren is, aztán felvették a kapcsolatot a nyíregyházi forradalmárok a miskolciakkal is, hiszen a borsodi munkástanácsnak a követeléseit is felolvasták például a Kozák lovasszobornál. Említettem, hogy nem csak történészként ülsz itt velem szemben, hanem a Nagy Imre Társaságnak a megyei vezetőjeként, elnökeként is. Nagy Imrének a szerepét hogy látod, hogyan szoktad mondjuk elmondani, vagy megismertetni azokkal a fiatalokkal, akik mondjuk hozzád fordulnak, mint fiatal történészként, és megkérdezik, hogy Zoli, ki volt Nagy Imre, hogyan tudnád nekem egyszerűen elmondani? Ugye Nagy Imre személyét nehéz megítélni, hiszen akárhogy is nézzük, hogy aktuál politikáról van szó.
Tehát rögtön a legtöbb ember, amikor rávágja, hogy hát kommunista politikus volt, de ugyanakkor 56-os mártír is. Na most mi a Nagy Imre Társaságnál inkább az erkölcsi szellemi örökségét próbáljuk emelni és hangoztatni, tehát abszolút politikamentesen kezeljük a témát, és Nagy Imrét, mint földosztó minisztert is kiemeljük, hiszen 1945-ben, amikor még földművelésügyi miniszter volt, akkor itt hirdette ki a koronaszállóban az új földreform rendeletet, és az országos rendelet bevezetése előtt pár nappal Tiszanagyfaluba kezdték meg a földosztást. Tehát valahogy Nagy Imrének a személye kötődik erősen Szabolcs vármegyéhez, illetve a szabolcsi gazdákhoz is. Másrészt meg ugye 56-os forradalmi események miatt is köthető természetesen a városhoz, illetve a megyéhez, hiszen október végnapjaiban ugye a forradalom elérte a nagyobb városokat is a megyében. Ennek amúgy nagyon sokan biztos, hogy örülnek, hogy nem feltétlen csak az 56-os Nagy Imrét próbálja megmutatni a nagy érdeműnek ugye a társaság. Zoltán, én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Legkésőbb egy év múlva találkozunk, talán köszönöm ugyanebben is a témában. Önöknek pedig egy bejátszással készültünk, hiszen a VMKK, azaz a Váci Mihály Kulturális Központ első emeleti galériáján kiállítás nyílt. Gazdagné Laurenc Ienikő alkotásai november 4-ig tekinthetőek meg. A munkákról most láthatnak itt egy kis zenés etüdöt. Kerekes Elek nyíregyházi festőművész kiállítása nyílt meg megyeszékhelyünkön szerda délután. A Krúdi sorozatot már nem először láthatja a közönség, erről is beszélgetek vendégemmel, dr. Jánosi Zoltánnal, aki a Ratkódi kuratóriumi elnöke, a Kölcsei Társaság vezetője, valamint a Parciumi Keresztény Egyetem Nagyvárad vendég professzora. Szép estét, szervusz! Jó estét kívánok, szervusz! Kerekes Elekkel mikor ismerkedtél meg, és hogy te nyitottad meg a szerdai kiállítását, hiszen sokak felkapták a fejüket, amikor meglátták a nevedet a meghívókon. Kerekes Eleket én körülbelül 20 éve ismerem. És nagyon érdekes, hogy mindketten ugye nyíregyháziak vagyunk, hogy én Kerekes Eleket igazából Rómában ismertem meg. A képzőművészeti tanszék akkori vezetője szervezett egy képzőművészeti, festészeti, szobrászati tanulmányutat Rómába, és mi is részt vettünk ezen Kerekes Elekkel, és Róma mellett egy kempingtáborban kezdtünk el beszélgetni. Ott ismerkedtünk meg. De ennek már
nagyon érdekes módon közvetlenül Gródi Gyulához van köze, mert ugye miről is lehet beszélgetni Rómában másról, mint éppen Gródi Gyuláról. Lehet, hogy az a rengeteg műemlék hívta elő egyébként bennünk azt, hogy hát nekünk is vannak nagyjaink azon a kicsi Nyíregyházán ott messze. És nagyon szoros barátság szövődött közöttünk. Az akkori Gródi beszélgetésnek mind az ő részéről, mind az én részemről lett aztán hozadéka, mert ő akkor kezdte, azután kezdte el festeni Gródi művei kapcsán a festményeit, ami aztán sorozattá állt össze. Én pedig egy apokrif novellát, egy esszét, egy irodalmi tanulmányt, és még verset is írtam Gródi Gyula emlékének, úgyhogy nagyon hasznos volt Rómába mennünk, hogy ráismerjünk Gródi Gyulára. Még egyetlen egy titulusodat nem mondtam, vagy lehet többet is, de irodalomtörténészként is titulálhattalak volna a bemutatás alkalmával. Irodalomtörténészként hogyan látod a művészetételeknek? Mi az, ami egyből eszedbe jut, ami megfogalmazódik vele kapcsolatosan, akár mondjuk a Gródi sorozattal kapcsolatosan? Igen, tehát Gródival kezdeném inkább. Az, amit Gródi tett, csinált íróként, az időben megelőzte azt a formabontást, amit James Joyce és Marcel Proust nevéhez kötnek, vagyis egyszerűen fogalmazva az impressionista prózának a kialakulását. És ezt a hihetetlen stílusbravúrt, ezt Kerekeselek képes áttenni a festészet nyelvére. Én azt szoktam mondani, hogy az, amit Kerekeselek csinál Gródi Gyula életművével, ugye ezek a lebegő hangulatok, különös helyszínek, régi ruházatok. Nem is a történés fontos, hanem az az atmoszféra, az a hangulat, amely árad a nyelvéből és a történeteiből, ez Kerekeselek ecsetjén képes megjelenni. Mennyire befogadható? Egyértelműen befogadható. Közvetlenül ott van, érinti Gródinak a művészetét. Nyilván lehetne Gródi Gyuláról asszociatívabb módon is beszélni, sokféle módon lehet, de Kerekeselek pontosan azt kereste, hogy mi az, ami Gródira leginkább jellemző, és leginkább át lehet hozni a festészetbe. Hiszen gondoljuk el, hogy mit látott meg Gródi Gyulában a kiváló Szimbád című filmnek a rendezője, Huszárik Zoltán. Ugyanazt, ugyanezeket a finomságokat, a rezdüléseket, a színek, az illatok hatását az emberi lélekre. Kevés a perc, ezért egy másik témáról is szeretnék veled beszélgetni. Ratkódi, van aktualitása, de vajon miért és mikor is lesz? Igen, november 27-én lesz a Ratkódinak az átadása. Megvan már a díjazottunk, de ezt addig hadd tartsuk titokban. Ez mindig egy szép ünnep is, hiszen tegnap előtt, 21-én, pontosan egyébként Gródi Gyula születésnapján, mert 1878-ban ezen a napon látta meg a napvilágot, történt a kerekesféle megnyitó, és ugyanebben a teremben lesz 27-én a Ratkódinak az átadása. Tehát, hogy milyen jelentős alkotók éltek a megyénkben. Ratkó ugyan Pesterzsébeten született, de ugye Nagykálót választotta fogadott földjévé, és majd haló földje is ez a föld lett, és az a Hangsúly című folyóirat, hangos folyóirat, amelynek nagyon-nagyon sok kapcsolata és köze van a nyíregyházi médiumokhoz, hiszen az első irodalmi folyóiratot hozták létre a Hangsúllyal a 90-es években Ratkó József, Nagy András László, Antal István és Görömbei András. Sajnos egyikük sem él már. De létrehoztak egy alapítványt, amely a régióból, a megyéből elszármazott, vagy ide kötődő írói, költői, irodalomtörténészi teljesítményeket díjazza. Így kapta ezt meg ezt a díjat többek között Szőlősi Zoltán, Budapesten élő költő, Tóth Erzsébet, szintén Budapesten élő, de a Sóstón felnevelkedett költőnő, Babosi László, kitűnő ratkókutató könyvtáros, és most megint megkapja majd valaki, aki nagyon-nagyon megérdemli.
Akkor ez még titok, abszolút még titok. Látom a titokzatosságot. Igen. Nem is tudom, hogy a Kölcsei Társaság elnökeként is tituláltalak, hogy van-e valami számotokra aktuális vagy fontos a Kölcsei Társasággal kapcsolatosan, hogyha már mindenről szóltunk, akkor ezt se felejtsük ki a sorból. Köszönöm ezt a kérdést. Nagyon-nagyon fontos dolgok történtek mostanában a Kölcsei Társaságnál, mégpedig a tavalyi évben a 25 éves születésnapunkon elkészítettünk egy himnusz filmet, Kántor István rendezte, ezen kívül megjelent egy film, elkészült szintén a Kölcsei Társaságról is, megjelent egy antológiánk, Parciumi költőkkel közösen, illetve egy nagyszabású rendezvény is történt annak idején Fehérgyarmaton. Most, szeptemberben a Kölcsei Társaság bemutatkozott a Magyar Írószövetségben, Budapesten. Levetítettük a himnusz filmet, bemutattuk az antológiát, és hogy még egyszer kötődje Kerekes Erekhez, aki nagyon sokféleképpen tud festeni, megkörnyékeztem 2 évvel ezelőtt, hogy próbáld megfesteni a magyar himnusz, Kölcsei Ferenc himnuszát. Óriási kihívás. De ennek a kihívásnak Kerekes Erek eleget tett, ezt a képet is triptikon fölvittük Budapestre. Egyébként, aki kíváncsi a képre, a Szatmárcsekei Kölcsei Ferenc Emlékmúzeumban meg lehet tekinteni. És rövidesen Szlovákiába fogunk elmenni, a Kölcsei Társaság néhány tagja, vezetője. Magyar tanárok kérték, hogy Kölcseiről egy előadás sorozatot adjunk, és természetesen állunk a rendelkezésükre. Az abszolút nem unatkozó Jánosi Zoltánnal beszélgettem, én nagyon szépen köszönöm, és a Kölcsei TV igyekszik megmutatni akkor Kerekes Elek eme alkotását is, akkor ezt Szatmárcsekén bárki bármikor megnézheti. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszönöm szépen. Örömmel jelentjük, új blokkal jelentkezik a Weekend. A műsor részlet a kreatív műhely nevet kapta. Azt szeretnénk megmutatni, hogy ha van egy kis szabad idejük, kreatívan tölthetik el azt. Kézzel készített használati eszközöket, dísz vagy ajándéktárgyakat alkothatnak akár pár száz forintból, úgyhogy jegyzetelni lehet, no meg előkeresni az ecseteket, ollókat. Ez itt a kreatív műhely első része, amelyben egy használati ám de dísztárgyat fogunk készíteni. Nem egyedül leszek, ezért is mondtam, hogy fogunk, mert hogy segítségemre lesz Szabó Veronika! Szia Veronika! Szia Vivi, hello! Amúgy azért van erre szükség, illetve rád szükség, mert én annyira kétbalkezes vagyok, hogy már a műsor előtt elvágtam az ujjamat, úgyhogy biztos, hogy nem tudnám egyedül végigcsinálni. De mit is? Meg fogod látni, hogy meg fogod tudni csinálni te is, ugyanis egyszerű dolgot fogunk csinálni, olyat, amit otthon is bárki kipróbálhat. Uh-huh. Ez egy fényképkeret, ahogy látjátok, és ebből a fényképkeretből fogunk fülbevaló tartót készíteni. Tehát egy fényképkeretet nem csak funkcionálisan képekkel lehet használni, hanem most egy kicsit másképp. Ugye nőc is füliket hordunk, mostanában divatosak ezek a hatalmas, nagy fülik, és akkor ennek úgy gondoltam, hogy otthon nekem mindig be vannak dobálva egy ilyen tálba, és kitaláltam, hogy csináljunk egy ilyet akkor. Egy speciális festéket fogunk használni, ami nem kifejezetten képkeretet találtak ki, de mi most arra fogjuk használni. Uh-huh. Ez egy bútorfesték, ez egy soft bútorfesték, és ezt fogjuk egy kicsit öregíteni, antikolni, csiszolni. Most ez a vintage stílus sok mindenkinek bejön, és azt gondoltam, hogy akkor ezt próbáljuk ki ezen a képkereten is. Természetesen a festék alá érdemes alapozni. Uh-huh. Ez egy alapozó akrilfesték, vízbázisú akrilfesték. Tehát, hogyha valamit elrontunk, akkor picit javíthatjuk is akár a vízes ecsettel. A másik, hogy környezetbarát, tehát nincs benne oldószer, nincsenek benne olyan káros anyagok, tehát gyerekekkel is nyugodtan lehet dolgozni vele. És akkor én azt szeretném kérni tőled. Tőlem? Igen, jó, tőled. Jól kezdődik minden. Tőled. Hidd el, reménytelen ember, nincsen kreatív hobbi terén. Lehet. Alapozó festék, vizes alapú. Veronika profi. Jó. Úgyhogy azzal kellene elkelni a képkeretek. Ez ilyen beájulós illatú? Nem. Jó, hát ez annyira nem biztos. Jó, de milyen vastagsággal. Valaki kifejezetten szereti az illatát.
normál, nem kell vizet, nem kell abszolút. Beletet, rögtön a festékbe rakd az ecsetet, és akkor fest. Figyelj, utoljára szerintem technika órán csináltam ilyet, szerintem a nézők többsége is, bár amúgy van egy olyan réteg, aki imádja ezeket a do it yourself, meg handmade dolgokat, jó, most egy csomó angol dolgot mondtam, de hogy eléggé felkapott most ez a dolog, nem, hogy az emberek otthon maguknak csinálnak hasonló kis tárgyakat, ajándéktárgyakat, hogy látod ezt? Az én tapasztalatom az az, hogy többféle indítatásból kezdenek el kreatívkodni otthon az emberek. Van, aki pici babával van otthon, és közben unatkozik. Hát az túlzás, hogy unatkozik, de többet is szeretne, mint egy picit babázni. Közben szólj, hogy hova rakjak még festéket, hogy a szélét mennyire... Majd szólok, úgyhogy jól csinálod, semmi gond nincsen. Jó lesz. Tehát pici babával otthon vannak, és akkor egy picit sikerélmény, kreatívkodás, nem csak babázás. Van olyan, aki azért kreatívkodik, mert főleg szellemi munkát végez, és valami kétkezi munkát szeretne, tehát kifejezetten. Ez akrilfesték, ez nagyon gyorsan szárad, körülbelül 5 perc a száradási ideje, de aki nem szeretné, hogy masszatos legyenek ezzel, mert addig még nem szárad meg, addig befogja a kezünket, igen, így, pont így, az hajszárítóval rászáríthat, és hamarabb szárad. Nagyon ügyesen csinálod, nem is értem, hogy miért mondtad, hogy két balkezes vagy. Hát figyelj, szerintem, mondom, műsor előtt elvágni a saját ujjunkat, az valami zseniális élmény volt. A kollégák is nevettek rajta. Ez egy dekor szót motorfestő. És ez az a vintage, vagy vintés. Igen, igen. Ez stílusú festék. Se nem lila, se nem szürke. Ez vintage barna színű, tehát az a fantázia neve. Én szerettem egy picit ilyen pasztelesebb, nem egy harsány színhez a festő. Az elején nem raktuk ide, de lehet, hogy célszerű, hogyha otthon fest valaki, akkor ilyen cellofán csomagoló papírt alárakni. Én mindjárt magam köré csavarok, hogy kettőt, komolyan. És akkor nem lesz minden csupa festékes. És ezt egyébként, amikor csiszolunk, ilyen finom krétaforszerű lesz, amit lecsiszolunk róla, tehát ahhoz is célszerű egy csomagoló papírt alárakni, hogy ne az egész lakás. Mivel csiszolunk? Csiszolóvászonnal, ilyen egyszerű kreatív hobbis csiszolóvászon. Ó, és még teljesen felveszi a kész formáját, és egyszerűen, praktikusan, szuper. Megszáradt eléggé amúgy a keretünk, tehát hogy már akár... Rendben van, úgyhogy mehet rá a következő réteg. Pedig már csiszoltak volna. Mindjárt fogunk, hogy el rögtön csiszolunk. Tehát jön a harmadik réteg. Igen, ez az a milyen krém, szín? Krémfehér színű. Amúgy azért örülök ennek az egész kezdeményezésünknek, mert kitűnő ajándékötleteket adhatunk a nézőknek. Figyelj, nem tudom, mit csinálok. Jó lesz. Eddig festettünk, szárítottunk, festettünk, szárítottunk, festettünk. Ja nem, mert hogy előtte még csiszoltunk is, és a keretnek a hátlapját is lefestettük. Most még mielőtt összeraknánk a keretet és a hátlapot, felragasztjuk a csipkéket. Mert hogy ezekre fogjuk ugye felfüggeszteni, fellúgatni a fülbevalókat, nyakláncokat és így tovább. Önök is sejthetik, hogy a főzőműsorokban félkész, sőt már majdnem kész állapotban van a sütőben ez a bizonyos kacsa, úgyhogy hölgyeim és uraim, egy kicsit előre dolgoztunk, mi már felragaszgattuk a kis díszes elemeket is a gyönyörű keretre,
használhatunk ilyen különböző anyagokból készült rózsákat, egy Eiffel-tornyot, illetve különböző masnikat, és még a virág minták közepébe lehet rakni egy kis gyöngyöket is. És akkor ilyenkor már lényegében kész van ez az egész kis keretünk, és akkor a hátlapot, amit lefestettem csodaszépre, mondjuk eléggé csíkos, úgyhogy ebben nem csaltunk, ez tényleg elég csíkos lett. Csak beleillesztem a tetejébe, rá rakjuk a kis fityulákat, és kész. És készen megyünk. Végre! Én extravagánsan én szoktam ezeket az óriási füléket hordani. Mm. Én szeretem őket. És már megy a pincébe a rockzenekar próbája, aminek külön örülünk, és elkészült az első kreatív műhelyes csoda fülbevaló tartunk. Remélem, hogy a következő alkalommal is velünk tartalan, körülbelül 2 hét múlva lesz ez, és akkor, ha jól tudom, akkor valamilyen teás dobozos dekupázsos szalvétatechnika szerűséget fogunk kipróbálunk, de ezzel is megismerkedhetnek. Tartsanak velünk akkor is!